mikor és hogyan szerveződött Pécsett az evangélikus gyülekezet? A pécsi evangélikus gyülekezetnek roppant kalandos története van. 1804-ben, az ellenreformáció után az első evangélikus ember, aki a városban letelepedhetett, Nendvich Tamás volt, ő természettudós, patikus, olyan igazi polihisztor, aki a Mecseken még egy növényfajt is talált, róla nevezték el. Na, hát ő volt a legelső evangélikus ember, akit aztán követtek kézművesek, ő a saját házában adott helyet istentiszteleteknek, összefogta ezt a kis közösséget, vasárnapotta istentiszteletet tartottak, aztán, ahogy nőtt a gyülekezet közössége, úgy tanítót fogadtak, gyerekeket luteránus keresztény szellemben tanították, aztán eljártak, ma már egy megmosolyogjuk, Magyar Bújba istentiszteletre, az volt akkor az anyagyülekezet. Évente egyszer-kétszer a Magyar Bújai evangélikus lelkész meglátogatta a pécsi híveket. Szóval ilyen igazi mustármag kezdés volt akkor. De érdekes, hogy 1875-ben már állt a Diskagyőző utcában, az akkor Kert utcában a templomunk. Tehát 7 évtized alatt ez a kis közösség akkorára nőtt, hogy már temploma kellett, hogy legyen, és nagyon nagy áldozattal építették a templomot. A régi jegyzőkönyvek, anyakönyvek őrzik ennek az időszaknak sok emlékét, hogy mi minden történt, ahogy családok az utolsó filléreiket adták oda, hogy tudják befejezni a templomot, ahogy mentek és járták az országot, gyülekezeteket. Nagyon kevesen tudják, hogy a gyülekezet egyik tagja még Rómába is eljutott, és a római evangélikus gyülekezet adományát hozta haza. Na hát ez volt a hőskorszak, és akkor fölépültek a lelkészlakások, így indult. Aztán folyamatosan nőtt a létszám. Az első világháború utáni időszakban is, később is, érdekes módon Tolna Baranyában a pécsi az egyetlen evangélikus gyülekezet, amelyiknek nem volt számottevő fogyása, sőt inkább gyarapodott. Háború után sok betelepülő volt Alföldről, Dunántúlról, környező településekről, és így élt a gyülekezet. Ami különös ismertető jel a pécsi gyülekezetnek, az, hogy egyetemi városban él, a tagjai létszámarányukhoz képest többen vannak intellektuális, értelmiségi foglalkozásúak. Így volt ez régen is. Egyetemi tanárok, pedagógusok, művészek is voltak, vannak, de kétkezi munkások is. Igyekszünk természetesen megbecsülni mindenkit. Nekünk nagy adósságunk van ám ebben a városban. Az evangéliummal vagyunk adósok, az Isten igéjével, hiszen a nevünk is tulajdonképpen evangélikust jelent, és amikor ez a beszélgetés adásba megy reformáció hetében, akkor mi azzal a büszkeséggel gondolunk eleinkre a 16. században Németországra, Lutherre, követőire, és azóta is az evangélikus egyház világcsaládjára, hogy nagyon komoly értékeket találtak meg, fedeztek föl újra Szentírásból. Ma már persze más éle van mindennek, nem az a harcos, valamikori római katolikus egyház ellenes él, természetesen az ökumené időszakában, ennek már igazából nincs helye. De igenis, arra büszkék vagyunk, és örömmel hirdetjük, valljuk, hogy régi eleink fölfedezték a Bibliát, fölfedezték a Biblia üzenetét, a törvényt, de különösképpen az evangéliumot. Az evangélium örömhírt jelent, és az Isten szeretete az végül is öröm minden ember számára, mint ahogy én gondolom, minden ember megérti, hogy jól esik, ha őt szeretik, de az is jól esik, ha én szeretetek valakit. Az örömhír tehát az Isten üzenete, az Isten szeretetéről szóló örömhír, ezért hívnak bennünket evangélikusoknak az evangélium mondjuk hát karakteresebb hirdetése miatt. Aztán nagy tervek voltak ám itt ebben a gyülekezetben. 1911-ben egy gyönyörű szép templomtornyot terveztettek. Pénz nem volt rá, azóta sem. A terveket kitettük az iroda falára, nagyon szép, hát már antikvitásnak számító darabok. Úgyhogy itt a Diskagyőző utcában, a postapalota mögött, a fogászati klinikával régen szembe húzódik meg egy szinte hát templomi külsőt nem is nagyon mutató, de megszépült épületegyüttes, ez a mi lelki otthonunk.
és itt próbáljuk meg összegyűjteni, ide hívjuk a város evangélikusait. Itt vannak minden nap alkalmaink, kicsiknek, nagyoknak, hittanórától kezdve, az asszonyok összejövetelén át, cserkészcsoport, énekkar, hát talán felsorolni se tudom, mennyi minden csoportunk van. Hogyan történik a fiatalok hitre nevelése? Hogyan történik? Az az én lelkipásztori, lelkigondozói alapelvem, hitem vagy hitvallásom, hogy az Isten igéjét azt egyrészt hirdetjük, elmondjuk. De nem csak szószékről, hanem szemtől szembe is. Amikor én valakit meglátogatok a kórházban, betegágyon fekszik, akkor is tulajdonképpen ez történik. Ha egy kismamát látogatok meg a szülése után, aki boldog, hogy egészséges gyermeke van, tulajdonképpen már ott kezdődik vele és a gyerekkel való kapcsolat, és sok család életében úgy vagyunk jelen, hogy a szolgálatunkat kínáljuk föl. És a gyerekeinket látogatjuk, a megkeresztelt gyerekeket, és meg is szokják. Ők jönnek már 3 éves korban, jöhetnek például ovis hittanos csoportba. És amikor iskolások lesznek, akkor szinte magától értetődő, hogy megyünk a diskába. Hiszen a diskába ott gyerekfoglalkozások vannak, van egy pár iskolai csoportunk is, hitoktatásunk. Ez kevéssé megy. Tudnék, a város nagy, több mint 40 általános iskola van, és nekünk az a pár száz gyerekünk eloszlik a város egész területén. Ezért inkább ide hívjuk a Diska utcai tanterembe, itt vannak a foglalkozásaink. Én igyekszem derűsen a Biblia igazi alapértékeit, amit nyilvánvalóan egyetemes emberi alapértékeket is jelentenek, továbbadni, velük megértetni, úgy, vagy az a reményem, hogy talán úgy mélyen megül a lelkükbe, és ha felnőttek lesznek is, talán azok szerint, az értékek szerint fognak élni, amit gyerekkorukban is kaptak. Mikor épült meg ez az imaház, vagy kiskápolna? A lelkész lakás, ahogy mondtam, megépült a múlt században, 1875-ben. Aztán az 50-es évek, a 1950-es évek elején igényelte a gyülekezet, hogy a tanterem mellé még legyen egy nagyobb terme. És 52-ben lett talán kész, akkor vette birtokába a gyülekezet, aztán elhasználódott, lekopott, egy darabig raktár volt a vége fele. Most másfél éve újítottuk föl, szépítettük meg. Itt télen, reggel és este istentiszteleteket tartunk, előadásokat, volt itt már kiállítás, koncert. Szóval igyekszünk használni, és hát úgy birtokba venni, hogy minden csoportnak, minden korosztálynak valóban hasznára lehessen ez az épület együttes. Hogyan lehet valaki az evangélikus gyülekezet lelkésze? Hát úgy kezdődik a dolog, hogy el kell végezni a középiskolát. Aztán nekinek megvan a sikeres és lehetőleg jó érettségi bizonyítványa, és elhívást érez a lelkészi pálya iránt, akkor jelentkezhet a Budapesti Evangélikus Hittudományi Egyetemre, ahova vagy fölveszik, vagy nem. Szerencsés esetben fölveszik, akkor a tanulmányi idő 5 év. 5 év, és akkor lesz valaki végzett teológus, ami azt jelenti, hogy segédlelkész lehet. Utána még 1 évig segédlelkész, valahol általában idősebb kolléga mellé beosztott segédlelkész lesz. Amikor tanulja a gyakorlati teendőket, az adminisztrációtól kezdve, hogyan kell beteget látogatni, akkor a vidéki gyülekezetek szervezése, látogatása. Szóval nagyon sokrétűen ez a munka, lelki gondozásba belekóstolás és minden egyéb. Amikor megtörtént az 1 év gyakorlati év, utána tehet valaki, mi úgy mondjuk lelkészvizsgát, és akkor lehet olyan lelkész, aki jogosult arra, hogy a gyülekezetek megválasszák. Az evangélikus hagyomány szerint a gyülekezetek olyan jogi személyiségek, akik meghívhatják a lelkészüket, tehát ilyen értelemben demokratikus úton, módon zajlik, és akkor, ha meghív egy gyülekezet egy lelkészt, és elfogadja az állást, akkor lelkész lesz belőle. Azért igaz ám az, hogy a jó pap holtig tanul. Számolgattam, éppen régebbi fényképeket nézegettünk,
14 éve végeztem, el is múlt már, és a lelkészi szolgálat ez alatt a majdnem másfél évtized alatt lényegileg természetesen ugyanaz. Hirdetni az Isten igéjét, gondozni a ránk bízottakat, ez természetes, de hogy mennyi újdonsággal találkoztunk. Volt közben egy rendszerváltozás, váltás, ami 1980-ban szinte még kuriózum volt, hogy számítógép, ma már minden irodának kelléke, tartozéka, tehát lelkész is naponta tanulja az új kihívásokat, az új feladatokat, és úgy próbálja hirdetni az örömhírt, az evangéliumot, hogy az ma is örömhír legyen. És végső soron ez azt jelenti, hogy odafigyelni nagyon a világra, odafigyelni nagyon az emberekre, azokra, akik tőlem várnak valamit, odafigyelni azokra, akik kérni szeretnének, odafigyelni azokra, akik éppen az elmúlt időben elesettek lettek, nincstelenek, ilyen is van jó pár, megszűnt az állása, megbetegedett, rokkant nyugdíjas lett, kórházba került. Szóval napra készen kell lenni úgy, hogy lehetőleg a legjobban és a leghatékonyabban tudjunk mások segítségére lenni.